A horvát kormányfő felmentette tisztségéből az egészségügyi minisztert. Andrej Plenković indoklása szerint Milan Kujundzsic jelenleg nem képes az egészségügyi ágazat fontos feladataira összpontosítani. A zágrábi sajtó az elmúlt napokban arról írt, hogy a miniszter hamis vagyonnyilatkozatot nyújtott be, több ingatlanának értékét tévesen tüntette fel, illetve nem adott magyarázatot arra, honnan volt pénze egy új ház megvásárlására a horvát fővárosban. Kujundzsic miniszter arra fókuszált, hogy tisztázzon olyan ügyeket, amiknek semmi közük az egészségügyi minisztérium vagy az ő munkájához. Ezért döntöttem úgy, hogy felmentem, nyilatkozta Plenković kormányfő. Ő most visszatér a parlamentbe, így lehetősége nyílik elmagyarázni minden apró részletet a vagyonával összefüggésben. Én pedig az egyeztetések után szerdán új minisztert javasolok a tárca élére. A leváltott miniszter hétfőn még ügyvédje jelenlétében tartott sajtótájékoztatót, ahol elismerte, hogy tévesen töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, de azt állította, hogy nem szándékosan tette. Az ellene zajló sajtókampányt érdekcsoportok szervezett támadásának minősítette. Ezért, mint mondta, úgy döntött, hogy nem mond le a tárca éléről, hanem a kormányfőre bízza a sorsát. A mostani horvát kormányban Milan Kujundzsic a 8. miniszter, aki botrányba keveredett és emiatt kellett távoznia.